Harmadszor köszönt el a nyíregyházi csapattól Busz Iván. Az irányító először 18 éves korában ment el nevelőklubjától, majd miután visszatért és feljutáshoz segítette a csapatot, két évvel ezelőtt ismét, akkor úgy tűnt, véglegesen távozott. A sportban is érvényes azonban, a soha nem mond, hogy soha igazsága, így a 30 éves kosaras tavaly nyáron ismét magára húzta a kékcápák mezét. Haza igazoltam, tavaly a Phoenix Ford csapatában voltam, és nyáron is azért most szaladt fel több kiló kelleténél is, illetve sajnos gerincsérmem, ami nekem ilyen nagyon régi dolog volt, az kiújult, így nekem az egész felkészülés is szinte teljes egészében kimaradt, illetve hát csak a derekammal tornáztam. Emiatt nagyon nehéz volt belerázódni is, nehéz volt felvenni a ritmust, illetve nagyon rosszul kezdtük a szezont. Persze, ahogy a csapat jobb formában rendült, úgy éreztem, hogy én is jobb formában rendültem, utána a légiós cserével már teljesen más arcukat mutattuk a második fél évre. Busz Iván kapitányként a pályán és az öltözőben is vezér egyénisége volt a csapatnak. Az alapszakaszban valamennyi meccsen pályára lépett, átlagban 30 percet játszva 11 ponttal, 4 lepattanóval és 5 gólpasszal segítette a cápákat. A rájátszásban sérülés hátráltatta, de azokon a meccseken, amikor játszani tudott, szinte végig a pályán volt. Jó formába kerültem a szezon közepétől kezdve, vagy inkább ott a negyedik, a trifordulótól elkezdve. Hozzáteszem, hogy nagyon feküdt nekem, és jó volt az egész szisztéma, amit Merimmel játszottunk. Sok terület volt, illetve megint a második fél évben, amikor jött Ervin, ő is nagy segítség volt nekem, hogy kicsit le tudott venni terhet a vállamról, irányítói feladatokat is, és ketten tudtuk szervezni a játékot. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, jó szezon futottam. A mostani búcsú tényleg véglegesnek tűnik. Iván most már a civil életét szeretné építeni, de a kosárlabdát sem teszi le véglegesen. Budapestre visszaköltözök megint. Igazából a két évvel ezelőttinél mondtam, hogy az A-csoportos játékkal szeretnék felhagyni, ezt továbbra is tartom, és nem igazán számoltam azzal, vagy nem szerettem a számolni azzal a lehetősége, hogy ki fognak esni a fiúk, és miután ugye kiestek, jött a megkeresés, és nekem is úgy alakult akkor, még Budapesten az életem, ahogy elterveztem volna, és hazajöttem, de nem terveztem már hosszú távra, ezt utólag itt el is mondhatom, és most is szeretnék visszajönni Budapestre, ugye most már civil pályán több mint valószínű, hogy már el tudok helyezkedni, és mellette még pláne egy ilyen szezon után, amikor azt mondom, hogy jó formába kerültem, meg dicsértek is sokat, nem tudnám, meg nem is szeretném azért így elvágni hirtelen, úgyhogy mindenféleképp fogok keresni valami csapatot Budapesten, vagy a környékén, hogy mit, azt még nem tudom pontosan. Busz Iván mellett Szobi Dániel is befejezte a játékot ezen a szinten, de ő marad a csapatnál Merim Mehmedovics szakmai stábjának tagjaként. Közben alakul a nyíregyháziak játékos kerete. Komma László személyében egy 23 éves center érkezett a MASZ-tól, és a Debreceni Akadémiáról hazatért két NKK nevelésű kosaras, Hibján Máté és Orosi Bálint is.